Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. Érhangja.ro/rádió. Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofonnál Rupárcsics Judit Csilla, és ez egy újabb értágító, és a vonal túlsó végén itt van velem Hegyesi Zsolt, akivel a nem olyan rég alakult székelyhídi polgárőrségről fogunk beszélni. Én nem is tudom, ilyen fura gondolatok jutottak eszembe, amikor hallottam, hogy önkéntes polgárőrség alakul. Volt már erre példa a régebbi időkben is, hogy polgárőrök járták a városokat, de most inkább arra kérem Zsoltot, hogy meséljen nekem, vagy nekünk arról, hogy honnan jött az ötlet, miért alakult. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát ez a polgármester úr kezdeményezésére alakult. Április 9-én kezdtük el a úgymond járőrözést, munkát, szolgálatot. Azóta is folyamatosan járjuk a város utcáit. Minden éjjel 4 csapat felügyeli a közbiztonságot, a rendőrséggel karöltve. 2 csapat a Roma telepen, illetve 2 csapat felosztja egymás között a települést, és járják az utcákat folyamatosan este 10-től reggel 5 óráig. Miért volt erre szükség egyáltalán? Mi volt az oka annak, hogy létrehoztátok ezt az önkéntes polgárőrséget? Hát igazából a közbiztonságot szeretnénk egy kicsit megszilárdítani, bár nem volt eddig sem gond, reméljük, hogy ezután sem lesz, és az embereket kicsit megnyugtatni, hogy lássák, hogy azért foglalkozunk a közbiztonsággal, és törődünk velük. Azt mondod, hogy a Dankó utcába és a Zorilor utcába minden éjszaka járnak polgárőrök, és kik azok, akik egyáltalán jelentkeztek erre a feladatra? Hát vegyes a paletta, többnyire fiatalok jelentkeztek, de idősebb korosztályból is vagyunk. Vannak roma barátaink, akik foglalkoznak ezzel, ők felügyelik a Dankópistát, illetve a másik bejáratot az imaháznál. Ők is autóval járkálnak, és tehát ő zónájukat ők felügyelik. Volt-e már valamilyen olyan fajta incidens, amiben tudtatok segíteni, hogy helyrehozzátok? Hál' Istennek nem volt semmiféle probléma, eddig az emberek betartják a kijárási korlátozást, mindenki eleget tesz az elvárásoknak, semmiféle probléma nem adódott még. Reméljük, hogy így is marad. Ugye kijárási tilalom van. Mik ennek a jogi formái, hogy ti az utcán éjszaka flangálhattok? Ha jól tudom, akkor még mindig él az a törvény, hogy éjszaka kijárási tilalom van, teljes kijárási tilalom. Igen, természetesen. Na most mi a szerződést kötünk minden egyes önkéntessel, és a rendőrségnek is lejelentjük az minden este a résztvevőket, vagy a szolgálatot teljesítőket. Telefonszámot cserélnek a járőrrel, és karöltve együtt működve velük, őrizzük vagy őrzik a közbiztonságot. És ez abszolút teljesen térítésmentes, mindenki önkéntesen jön, saját autóval. Annyiban tudtunk első körre segíteni, hogy láthatósági mellényt feliratozva mindenkinek biztosítunk. Akkor, ha olyannal találkozunk az éjszaka folyamán, hogy mit ír a mellényen, vagy ír valamit? Ír a románul is, és magyarul is, hogy önkéntes polgárőrség. És akkor, hogyha valami gondom van, például, nem tudom, betörnek hozzám, tegyük föl, akkor van egy központi telefonszámotok, vagy van valamilyen telefonszám, vagy a 112-t kell hívnom, és akkor onnan esetleg irányítanak benneteket. Egyelőre sajnos nincsen egységes telefonszámunk, vagy egy adott telefonszámunk, a rendőrjárőrt kell felhívni, és ők mennek ki a helyszínre, ők szállnak ki, hogyha bármilyen gond van. Mi az utcán járőrözünk, és figyeljük az utcákat. Bármilyen problémát észlelünk, mi is azonnal hívjuk a rendőröket. Gyakorlatilag önkényesen semmiféle dolgot, vagy önbíráskodást nem gyakorolhatunk. Érhangja.ro/rádió.
azt mondtad, vagy a műsor elején elhangzott, hogy Székelyhídon működik ez a dolog. Székelyhídhoz tartozik 5 település, ha én jól vagyok informálva. Oda is mentek, vagy ott mi a helyzet? Nem, ezt minden település önmaga szervezte meg, vagy szervezi meg. Van, ahol már működik, van, ahol még folyamatban van. Tehát ahol működik, az Hegyközszent Miklós, ott már ők több mint egy hete dolgoznak, illetve Köbölkúton is elindult, valószínűleg, hogy a héten elkezdik a munkát is, a szolgálatot. Csokajon gyűjtik az aláírásokat, jobban mondva a szerződéseket töltik ki a leendő járőrökkel, polgárőrökkel, és Olasziba is van érdeklődés a dolog iránt, reméljük, hogy Nagykágy is be fog kapcsolódni záros időn belül. Meddig, te mit gondolsz, hogy meddig lesz erre szükség, vagy ez az önkéntesség akkor fönnmarad utána is, hogyha esetleg lecseng ez a járvány, reméljük, hogy előbb-utóbb vége lesz azért. Igen, hát amíg ez a nem kívánt helyzet van, addig mindenféleképpen szeretnénk folytatni a dolgot, utána pedig meglátjuk, természetesen úgy tervezzük, hogy ez hosszabb távon működne, vagy működjön. Több mint 80-an vagyunk már Székelyhídon, elég szép szám, szeretettel várunk bárkit, még aki akar jelentkezni, az vagy Nagyboton barátomnál, vagy nálam megteheti. Úgyhogy nyitottak vagyunk, bárki jöhet. Vannak-e női jelenkezők is a polgárőrök között? Ez engem kimondottan érdekel. Egyelőre még nincs. Nem tudom, hogy a gyengébbik nem szeretné képviseltetni magát ebben a feladatkörben. Én úgy gondolom, hogy ez inkább férfias munka, vagy férfias szolgálat, de bármi megtörténhet. És te polgárőröztél már? Igen, polgármester úr volt első éjszaka, én második éjszaka. És ez hogy zajlott? Hát úgy nem tudom, mert fölvettétek a láthatósági mellényt, és elindultatok valamerre? Igen, beültünk az autóba, és akkor ugye, mivel két csapat járőrzik, két autó van folyamatos mozgásban, ezért felosztottuk egymás között a települést, mi az állomás környékét, a Nagyléta utcát, a Szíkot, Kágyi utcát, Felsővárost jártuk be, és figyeltük, hogy van-e valami, de semmi mozgás nem volt, tehát abszolút teljesen csend volt mindenütt, hál' Istennek. Mi az, amit esetleg tanácsként adhatsz a székelyhídi lakosoknak, vagy általában a lakosoknak, hogy tudnak magukra leginkább vigyázni, vagy mire kell odafigyelni, hogy ne legyen sok dolgotok? Hát mindenképpen türelmet kívánok nekik, vagy kérek tőlük, reméljük, hogy hamar túlesünk ezen a áldottan állapoton, és hát ugye zárják be az utcajtót, olyan, aki egyedülálló, esetleg kapcsoljon villanyt, világot, lássák, hogy van valaki, kutya, hogyha van, akkor azt engedjék el éjszakára, megfigyeljenek, bármi zajt hallanak, bármi gond van, akkor hívják a rendőrjárőrt. A telefonszám az elérhető az interneten, fent van, ha jól tudom, és hát bizalommal fordulnak hozzánk is, hogyha látnak minket, bármilyen gond van. Van-e még valami, amit elmesélnél ezzel kapcsolatban? Én itt kérdezgetek, de igazándiból azt várom, hogy mesélj erről, hát, még, hogyha van valami, ami hozzátartozik. Igazából nagy különleges dolgot nem tudok mondani, szerencsére eseménytelenül telnek az éjszakák legalábbis eddig. Amit kiemelnék, az nagyon örülök, hogy tényleg szép számmal jelentkeztek a székelyhídiak, illetve a falvakon is. Nagyon dicséretes, nagyon örülünk neki, és hát nagyon bízunk benne, hogy még minél többen fognak még jönni. Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán szóba álltál velünk, és hogy meséltél erről, és ha bármi van, akkor remélem, hogy bennünket is értesítesz, hogy tudjunk hírt adni róla. A jó híreknek nagyon örülünk, annak, hogy ugye nem volt még semmiféle incidens itt Székelyhídon, sőt, ugye nem nagyon vannak betörések, vagy lopások. Nem, tényleg nincs. Esetleg szomszédok összevesznek egymással, és őket kibékíteni, de szerintem ez nem az éjszaka leple alatt történik. Inkább alszanak az emberek, éjszaka az a jellemzőbb. És a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy bennünket hallgattak, és ne felejtsétek el megkeresni Facebook oldalunkat, jelen vagyunk Instagramon is, lehet nekünk üzenni,
Sőt, várjuk, hogy szóljatok hozzá a műsorainkhoz, és akár ajánlhattok is olyan embereket, vagy olyan témákat, amikre kíváncsiak lennétek, hogy a mi szemszögünkből, vagy a mi vidékünkön, itt Székelyhídon, hogyan is vannak ezek a dolgok. Mindenkinek szép napot kívánok, szervusz Zsolt! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.